Köszöntöm nézőinket, Önök a Bonyhádi Naplót látják, Jala Jászmin Grace vagyok. 50 és 51 éve érettségizetteket fogadott örök diákká a Bonyhádi Öreg Diák Szövetség. A szeptember 11-én megrendezett összejövetelen több ösztöndíjat és érdemérmet is átadtak. Egyik legjelentősebbet a Koricsánszky Otto díjat Szuprics Vendel, a gimnázium 101 éves öreg diákja kapta. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium rögtönzött pedagógus kórusa köszöntötte a vendégeket a több mint egy év kihagyás után megtartott bősznapon. 2020 tavaszától három alkalommal maradt el ez a rendezvényünk az ismert okokból. Most itt vagyunk, nem vagyunk olyan sokan, mint szoktunk lenni, de akik eljöttek, azok biztosan nagy örömmel fogják megélni az újra találkozást. Két csoportja van azoknak, akik eljönnek, vagy 50 éve nem jártak itt, és ezért nagyon várják, hogy újra találkozzanak a régi arcokkal, akár még régi tanáraikkal is. És vannak azok, akik évről évre megtisztelnek minket a jelenlétükkel. Nyilvánvalóan az ő örömük is fontos számunkra, hiszen ez egy találkozási pont. Szomorú lenne, hogyha a jövőben el kellene maradni a bősznapnak. Az 1970-ben és 71-ben végzett évfolyam diákjait fogjuk örökös diákká fogadni, ez egy hagyomány nálunk, illetve olyan kitüntetések átadására kerül sor, amelyek az elmúlt évben értett okoknál fogva nem kerültek átadásra. Ezek közül a legrangosabb a Koricsánszky Otto érdemérem. Ennek a díjazottja Szuprics Vendel, a legéltesebb öreg diákunk a maga 101 életévével. Sajnos ma nem tud itt lenni közöttünk, de a díját már nagy örömmel átvette. Szintén a mai napon kerülnek átadásra a Bösz Junior ösztöndíjak. Ezeket mindig maturanduszok kapják, a gimnázium tantestülete jelöl díjazottakat, az Egyesület Grémiuma pedig hármat választ közülük. Ők egyesével 50 ezer forint értékben kapnak könyvutalványt ezúttal is. Ezen kívül a Gyalog István junior érdemérem is gazdára talált, amit azok a volt diákok kaphatnak meg, akik valamilyen tudományos tevékenységet végeznek, és ezzel emelik a gimnázium hírnevét. A Bonyhádi Öreg Diák Szövetség küldött gyűlésének határozata alapján Gyalog István junior díjban részesül dr. Andrássy Gábor. Andrássy Gábor 2001 és 2006 között járt a Bonyhádi gimnáziumba. Elmondása szerint nagyon sokat köszönhet az Alma Máternek és Gruber Lászlónak. Én történelem vonalon mozogtam elsődlegesen, és a tanár úrnak a hatására, az oktatására, az iránymutatására, hogy ezt fokozzam, elkerültem a Szegedi Tudományegyetemre, mint földrajz hallgató, és ott is az 5 éves képzésem végén egy 3 éves PhD képzést folytattam, amelyet sikeresen el is végeztem, és ennek a tudományos munkának szerintem inkább ez a megkoronázása ez, hogy most ebben a kitüntetésben részesültem. Azt a tudományos munkát nevezzük annak, mert hát azért a gimnáziumi tanulás is egy tudományos munkának fogható már fel, mert azzal alapozza meg az ember a felsőfokú tanulmányait, és amit a felsőfokú tanulmányaim során, illetve a PhD képzés során elvégeztem, bizonyítottam, én úgy gondolom, hogy ennek köszönhetően kaptam meg ezt a díjat, hiszen azzal, amit elértem, méltónak találtak arra, hogy kitüntessenek. 2 évvel ezelőtt is egy olyan volt diák kapta meg ezt a díjat, aki a földrajz tudományában jeleskedett. Szerintem annál szebb dolog nincs, mint amikor egy edző felülmúlja a tanítványa, illetve az edzetje, hát a fiúk is ezt tették. Nagyon büszke vagyok rájuk. És hogy érintette Andrássy Gábort a kitüntetés híre? Nagyon meglepődtem, amikor engem jelöltek erre. Nagyon jó barátom is megkapta korábban ezt a díjat, és titokban reméltem, hogy majd én is megkapom ezt, és akkor egyszer csak így, mint derültékből a villámcsapás, kaptam egy e-mail megkeresést, hogy akkor a 2020-as tavaszi bősznapon akkor szeretettel várnának, mert hogy engem erre a díjra méltónak találtak. Nagyon meglepődtem, nagyon izgultam, hogy fú, bősznapon nekem ott egy díját adunk el részt vennem. Nagyon hálás is voltam ezért a kitüntetésért, csak aztán jött a Covid helyzet, és igazából hát lényegében már másfél éve izgulok, hogy
itt a tornacsarnokban majd nekem ezt a díjat, ezt át kell vennem, és de igazából ez az elmúlt néhány napban ült le bennem, hogy azért mégiscsak egy kitüntetést kapok. Életem első kitüntetése, amit így a tudományos munkámért, a tanulmányaimért kaptam. És erre nagyon, nagyon büszke vagyok. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, aki egykor szintén ebbe az iskolába járt. Mindig beszélünk a hazáról, arról a történelmi földrajzi tájról, amely mi hazánk, ez a Kárpát-medence, de a haza nem csak ezt jelenti, a haza a benne élő embereket is jelenti, a magyar embereket, éljenek akár itt vagy bárhol a világban, az mindig egy csepnyi Magyarországot jelent, így van ez a gimnáziummal is. Mi bonyhádi gimnazisták bárhol is legyünk, bármely korban életünk során mindig ezt az intézményt fogjuk képviselni, illetve ezt az intézményt fogjuk szolgálni. A tavaly évben a találkozót sajnos nem lehetett megrendezni, és így elmaradt a 2020-as bősznap, pedig nagyon készültek rá a nemzeti összetartozás évében. Most annál többen tudtak összejönni, egyrészt azok, akik a tavaly nem voltak itt, másrészt pedig azok, akik az idén lettek 50 évesek, tehát 50 évvel ezelőtt érettségiztek, ők azt láthatják, hogy jelentősen megváltozott azóta a gimnázium, az udvarra, új épület együttesekkel gazdagodott, tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az elmúlt időszakban is, még a másfél évben is egy töretlen fejlődés jellemzi az intézményt. Ez nem csak a külsejében mutatkozik meg, hanem egyre inkább az eredményeibe is, nem csak a megye, hanem az országban is az egyik legjobb gimnáziumról beszélhetünk, hogyha a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumról beszélünk, úgyhogy ehhez gratulálunk. Mindenki, aki bonyhádi öregdiák volt, illetve bonyhádi öregdiák, az a saját munkája által mindig kicsit hozzátesz ehhez, hogy az eredmények tudjanak jönni. Gratulálok az itt dolgozó pedagógusoknak, illetve diákoknak. A Bonyhádi Öregdiákok Szövetsége 1936-ban alakult, amit ugyan 45-ben betiltottak, de 1981-ben újjá alakult. Azóta szinte minden évben összegyűlnek a gimnázium egykori diákjai és tanárai, és ünnepelnek. Egy év kihagyás után ismét megtartották a Völgységi Könyvfesztivált Bonyhádon, idén már a 20. alkalommal. A háromnapos rendezvény a Perccel kertben kapott helyet. A szervező a Solymár Imre Városi Könyvtár és Bonyhádváros önkormányzata színes programokkal készültek a rendezvényre. Többek között író-olvasó találkozót tartottak, ahol bemutatkozhattak a helyi szerzők is. Alkalommal rendezte meg a Solymár Imre Városi Könyvtár a Völgységi Könyvfesztivált. Az esemény 2001-ben indult, akkor még csak egynapos rendezvényként. Napjainkra már háromnapos programsorozatra nőtte ki magát. Az eseményen a kisgyerekektől egészen az idősekig minden korosztály megtalálhatta a magának való elfoglaltságot. Ennyi program még talán nem is volt eddig, tehát annyira sok rendezvényünk lesz ma. Most író-olvasó találkozók lesznek, ugye egészen a kicsiktől, Csibe Zenebölcsi lesz író-olvasó találkozó gyerekeknek, M.K. Csor Zoltánnal, Kertész Erzsivel, Kovács Attilával, aztán a nagyobbaknak, Benyák Zoltánnal, Bíró Szabolcsal, magyar krimiíró is itt lesz, Szántó Dániel, az ma délután 5 órakor. Helyi vonatkozású írók is megjelennek a könyvfesztiválon. Mint például Koller Mártonné, aki nyugdíjas korában kezdett elmélyedni a könyvírás rejtelmeiben. Az eseményre egy új szerzeménnyel érkezett. Az utolsó könyvem ez a 6. volt, ami Bonyhádról szól. Az előző könyveim egy kivétellel, tulajdonképpen az őseimről, az erdélyekről írogattam. Egy könyv a múzeum felkérésére a Perccelek receptjeit írtam meg. Aztán úgy gondoltam, hogy elég hosszú időt éltem Bonyhádon, majd 80 évet, hogy már tudok írni olyan emberekről, akik már régen nincsenek közöttünk, de valamiért azért ismert emberek voltak. És a címe, ugye, hogy emlékeim Bonyhádról és bonyhádiakról. Hát az emlék ez olyan dolog, hogy
ha tárgy az az emlék, akkor azt őrizgetjük, hogy hát példát kincs. De más az emlék, ami a fejükben van. Mert azt nem osztjuk meg, hanem csak őrizgetjük, az el fog veszni. Hát azért gondoltam úgy, hogy ez a fejemben lévő emlékeket megírom, hogy hát veszendőben ne menjen. Sokáig törtem a fejem, hogy hogyan tudok sok embert belevonni ebbe a könyvbe. És néha, ha nem tudok elaludni, akkor végigpásztázom a régi utcákat, házakat, embereket, és ezt vettem alapul tulajdonképpen, és így szinte történelem lett, mert hogy évtizedeken keresztül változott Bonyhád arcképe is, az emberek is, a rendszer is, ugye, és a történetekben ez végig jelentkezik, mert mindig történik valami. Lehet az egy május 1-e, vagy egy április 4, vagy egy egyházi körmenet, vagy bármi. Ugye az korhoz kötött, és ha az ember elmond egy nevet, lehet az vezetéknév, vagy csúfnév, nagyon sok embernek csak úgy dereng valami. De ha a fotót is lát, akkor rögtön kitisztul a kép, és ezért több mint 1000 képet azért belevittem a könyvbe, hogy aki olvassa, úgy azért akkor hát tisztább képet kap a történetről. Steib György pedig a bonyhádi cipőgyár történetét mutatta be. 3 évig készült, azt hiszem 364 oldal. A Sós Csaba barátom írta a cipőgyár szó cikkét, és korábban szó került arról, hogy közösen írjunk egy cipőgyár történetet. Ő is kutatta persze, sokat kutatott, és írt is egy hosszú kéziratot a cipőgyárról. De aztán akkor, amikor a lexikon szerkesztés befejeződött, és kiadtuk, akkor mondtam a Csabának, a Sós Csabának, hogy hát most kezdjünk neki a cipőgyárnak. Azt mondta, írd meg, Gyuri. Hát akkor így kezdődött. Akkor elindultam a levéltárba, újból 3 év telt el. A cipőgyár alapításától kezdve, egészen a felbomlásáig, a szétesésig. Tervben könyv már nincsen, de akkor, amikor a lexikont, Bonyhád lexikont kiadtuk, akkor azt terveztük, hogy kb. 3-4 év múlva digitalizált formában is megjelentetjük, tehát feltesszük az internetre. Ezt csinálom most, ennek az előkészületeit készítem. Bonyhád város alpolgármestere szerint hiába a digitalizáció, a könyvek sosem mennek ki a divatból. Könyvek nem mennek ki a divatból, bárki is úgy gondolja, hogy az internet le fogja győzni a könyveket, nem. Egy könyvet föllapozni, egy könyvbe beleillatolni, belekóstolni, egyszerűen nem ugyanaz az élmény, mint az interneten kalandozni. Amikor egy könyvet olvasunk, akkor részévé válunk az eseményeknek, átéljük azokat, amik benne történnek, ezért nagyon fontos, hogy a fantáziánkat megmozgassa. Szóval, ha egy szóval szeretnék válaszolni, nem fog kimenni a könyv a divatból, és a könyvfesztivál sem fog kimenni a divatból. A régiónknak egy nagyon fontos eseménye ez. Igazából hosszú távra gondolkodunk, abba gondolkodunk, hogy minél több fiatalt ismertessünk meg a könyvekkel. Tehát nem szeretnék kiemelni egy írót sem, mert megbántanám a másikat. Én inkább azt mondom, hogy minél színesebb, minél szélesebb palettából merítsünk. És azt hiszem, hogy nem lesz az idén se probléma van vele. Hát a tavalyi évet ugye a pandémia miatt kihagytuk, de 2019-ben már 3000 látogatónk volt, úgyhogy remélem, hogy az idei évben még felül is múljuk ezt. Kertrendezés, kuglóf sütés, lecsó főzés és aszalt zöldségek elrakása. Ezek a feladatok várták a bonyhádi gondozási központban az időseket.
Az elkészült ételeket a nap végén elfogyasztották. Filóné Ferenc Ibolya polgármester az október 1-i idősek világnapi rendezvényre szóló jegyekkel lepte meg a szépkorúakat. Készül a lecsó a Bonyhádi Gondozási Központ udvarán. 3 láda paprikát, 1 láda hagymát és rengeteg paradicsomot kaptak az étel elkészítéséhez. Miközben az asszonyok a hozzávalókat darabolták, addig a felkockázott hagyma már pirult az üstben. Varga Józsefné már több éve tagja az itteni közösségnek. Azt mondja, nagyon szereti itt eltölteni az időt, és örül az állandó programnak. Ez fantasztikusan jó dolog. Orsika egy kiváló vezető, mindig csinál nekünk meglepetéseket, és előre nem tudjuk, hogy mi lesz, de ha szól, akkor jövünk, és mi azzal szerzünk neki örömet, hogy itt vagyunk. Ő meg minden mással, amit lehet, mindent kitalál, és nagyon szép napokat szervez nekünk. Mindig jó a társaság, a vezetők, az ápolók is nagyon kedvesek, aranyosak, barátságosak, figyelmesek. Nagyon jó itt lenni. Legtöbben egyedül élünk, és otthon akkor is egyedül vagyunk, ha minden máshol a világban csoda dolgok történnek, de ha hívnak bennünket, itt már nem vagyunk egyedül. Sebestyén Orsolya, a gondozási központ vezetője elmondta, fontos, hogy tartalommal töltsék meg a szépkorúak napjait, és hogy ezáltal ők hasznosnak érezhessék magukat. Egy olyan napot próbáltunk szervezni az időseknek, ahol ők lepnek meg bennünket, tehát lecsót főznek, kuglofot sütnek, aszalt termékeket üvegbe tartósítanak el, illetve a kertet rendezik. Eddig mindig mi voltunk azok, akik nekik a készenlétükbe álltunk, most kicsit fordítottunk a helyzeten, ma ők kényeztetnek bennünket. Nagyon fontos, hogy az időseket felkaroljuk, hogy mindig programokkal kedveskedjünk nekik, hiszen így a mindennapjaik tartalmassá válnak, és ők is érzik azt, hogy a társadalom hasznos tagjai. Jövő hétre kirándulást szerveztünk, úgyhogy az idősek hetét már egy kicsit előbbre hozva igyekszünk nekik mindent megvalósítani. A nappali ellátás létszáma 60 fő, mind a 60 főnk el is jött, ki szeretné venni a részét a csapatmunkából. 4 részre osztottuk őket, hiszen a nagy létszám miatt akkor mindenkire jutna feladat. Az egyik csapat lecsót főz, a másik kertet rendez, vettünk krizantinokat, árvácskákat, úgyhogy egy kicsit ősziesíték az intézményt. A következő csapat kuglofot készít, hiszen nem mindenki jutott el a kuglofesztiválra, így most egy kicsit mi is visszaidézzük ide ezt a fesztivált. És az utolsó csapat pedig a leaszalt gombát, paradicsomot pedig üvegbe tartósítja, és ami megy majd a vásárra, az őszi vásárunkra. Mentálisan ez nagyon sokat jelent az időseknek, hogy foglalkozunk velük, középpontba ők kerülhetnek, és hogy ugyanúgy tevékenykednek, mint a aktív idejükben. A központ vezetője azt is elmondta, hogy minden alapanyagot ajándékba kapott az intézmény, és az élelmiszerbanktól származó margarin adományokat is kiosztották az idősek között. Filóné Ferenc Ibolya, a város polgármestere is részt vett az eseményen, és meghívta a szépkorúakat a közelgő idősek világnapjára szervezett rendezvényre, majd a jegyeket is átadta. Október 1-je, 30 éve éppen jubilál, kerek 30 esztendeje az ENSZ közgyűlése döntése értelmében az idősek világnapja. Mi is igyekszünk minden évben ezt méltó módon megünnepelni. Sajnos tavaly a pandémia miatt ez a nagy rendezvényünk elmaradt, de idő már nagyon régóta nagy erőkkel készülünk arra, hogy megtartassuk ezt a rendezvényt. A legutolsó ilyen nagy eseményünk 2019. október 1-én volt, akkor nagyon sokan emlékeznek rá, hogy Kovács Kati volt a vendégünk, és egy nagyon jó hangulatú, színes műsorban volt részese mindannak a 600 idősnek, aki elfogadta a meghívásunkat és részt vett ezen a programon. Úgy gondoltuk, hogy a helyszínen nem változtatunk, hiszen a sportcsarnokban méltó körülményeket tudunk teremteni erre az ünneplésre, erre a találkozásra, hiszen kényelmesen székeken és ültetett asztalok mellett 600 vendéget tudunk meghívni az idősek közül. Ez a meghívás már megtörtént, hiszen a városnak valamennyi
portáján, a közösségi médiákon keresztül a plakátok és a felhívások már közzététele kerültek. Bár korlátozásokkal, de idén megtartják az idősek világnapi rendezvényt. Ez az esemény, amire mi készülünk, egy zenés táncos rendezvénynek minősül. A jelenlegi jogszabályok értelmében zárt térben az ilyen jellegű rendezvényeket csak védettségi igazolvánnyal lehet látogatni. Úgyhogy, de bízom benne, hogy a bonyhádi idősek nagyon sokan felelősen gondolkodtak és beoltatták magukat. Jegyek igényelhetők még most is, bár szeptember 13-ától lehetett a Művelődési Központ portáján igényelni az ingyenes jegyeket, hiszen ahhoz tudnunk kell, a regisztráció nélkül nem tudnánk, hogy pontosan mennyien érkeznek. És én úgy tudom, hogy már az első nap több mint a fele jegyelkelt, 350 jegyet igényeltek a bonyhádi idősek, aminek én nagyon örülök, hiszen ez is azt igazolja, hogy nagyon nagy az érdeklődés a rendezvény a program iránt, és velünk együtt az idősek is már nagyon várják, hogy újra együtt lehessünk. 2021. október 1-én a Korda házas pár szórakoztatja majd a résztvevőket Bonyhádon. A szórakozási és a családoké volt a főszerep Bonyhádon, hiszen megtartották az első Mozdulj Bonyhád családi délutánt. A rendezvényt a Kolónia Alapítvány és Bonyhád város önkormányzata szervezte. Mozdulj Bonyhád címmel tartott közösségi napot a Kolónia Alapítvány a családi pihenőparkban. Vizin Balázs szervező elmondta, hogy alapvetően olyan programokkal készültek, amelyek megmozgatják a bonyhádi és környező települések családjait. A program összeállításakor arra törekedtünk, hogy minden korosztálynak biztosítsunk kikapcsolódási lehetőséget, éppen ezért ugye a legifjabbaktól, tehát itt az óriás társasjátéktól, a szabaduló szobán át, a VR kabinon keresztül, az exatlon pályáig, a különböző játékos és sportelemekig, tehát igyekeztünk egy olyan tényleg színes kínálatot összeállítani, ami reményeink szerint egy tartalmas vasárnap délutánt eredményez a bonyhádi családoknak. Ugye a Kolónia Alapítvány amellett, hogy a város szépítésében elkötelezett, olyan közösségteremtő programokat is igyekszik életre hívni hónapról hónapra, vagy adott esetben, amikor erre lehetősége nyílik, amely összekovácsolja a helyieket. Ugye ez a családi pihenőpark kiváló helyszínt biztosít erre, hiszen egy nemrégiben átadott gyönyörű létesítmény, amit egyébként is előszeretett használnak a családok, de az öröm számunkra látni, hogy egy-egy ilyen program kezdeményezésnél ténylegesen lassan-lassan most már megtelik élettel ez a terület is. A szervező elmondta, rendkívül fontos, hogy a családok ilyen és ehhez hasonló kötetlen programokon találkozhassanak. Most a pandémiát követően minden település azt érzi, hogy nagy igény van az ilyen jellegű közösségteremtő programokra, és pontosan ezért döntött úgy a Kolónia Alapítvány, karöltve a város vezetésével, hogy megszervezi ezt az egyébként nyárzáró, őszindító, ki minek nevezi, de a lényeg nem is ebben van az elnevezésében, hanem magának a program jelentőségében, hogy egy olyan délutánt biztosítsunk ide, amelyen valamennyi korosztály a szülőket is beleértve kikapcsolódhat és jól érezheti magát. A játékokat gyerekek és felnőttek egyaránt élvezték. Mi egy 10 perce vagyunk itt, és körülnéztünk nagyon gyorsan, és ez a társasjáték ez megragadta a gyerekeket, úgyhogy most itt leragadtunk a társasjátéknál. Ez egy társasjáték, ahol a gyerekek az élő bábuk, és ugyanúgy, mint a társasjátékokban vannak feladatok, dobnak, és a bizonyos szín, bizonyos kérdés, és így mehetnek tovább. Úgyhogy nagyon egy jó dolog, legalábbis nekem tetszik, mint felnőttnek, gondolom a gyerekeknek is. Nagyon jó akadályok vannak, nagyon tetszett! Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. A Kolónia Alapítvány nyert egy pályázatot a Városi Civil Alaptól, a miniszterelnökségnél, és ebben a pályázatban több egymás követő rendezvény fog megvalósulni az év hátralévő részében. Így például ez a családi hétvége, vagy vasárnap délután, ahova várjuk a családokat, de elsősorban a gyerekeket, kicsiket, nagyokat egyaránt, azért, hogy tudjanak mozogni, jól érezzék magukat, különböző lehetőségek vannak, kalandpark, ninja park, szabadulószoba, itt akár biciklivel, akár görkorcsolyával is lehet kikapcsolódni. Amúgy is egyébként egy nagyon szép pontja ez a városnak, ez a,
a családi pihenőpark, ami tavaly került átadásra, de most azáltal, hogy üdítővel, hotdoggal várjuk őket, és gyakorlatilag itt vannak a rendezők is, és mindenkit kalauzolnak, hogy ki mit válasszon. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon kellemes vasárnap délután lehet eltölteni itt Bonyhádon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!